Alapos felkészülés előzte meg az ifjú kajakkenusok vízreszállását. Az év elején a strandon lévő csónakázó tavat alakították ki számukra a vízi edzésekhez, az önkormányzat pedig egy csónakház kialakítását is megkezdte. A téli felkészülést követően néhány héttel ezelőtt a legfiatalabb sportolók is a hajóba ülhettek. Május 11-én egy családi napon szüleiknek is megmutathatták, hogy mit tanultak eddig. A nagyon hosszúra nyúlt téli felkészülési időszak után néhány hete vízre szálltak a Hajdunánási Dominó Diáksport Egyesület kajakkenu szakosztályának ifjú sportolói. S hogy szüleik előtt is megmutathassák, mit tanultak az elmúlt hetekben, május 11-én a fürdő területén lévő csónakázó tónál tartottak családi napot. Hát ennek a mai napnak legfőbb célja az ide látogató szülők, a ifjoncok szülei, láthatják a gyerekeket, mit tanultak az első két hétben, bármint két hete, hogy vízre szálltak, és azért már nagyon sokat ügyesedtek, már nem borulnak, és végül is ezt lehet látni a háttérbe. Úgyhogy első cél ez volt, második cél az, hogy csábítsuk a szülőket egy kicsit egy ilyen kis közösségi munkára. A délelőtti edzések után délutánra már a szülőket és felnőtt érdeklődőket is várták a helyszínre egy vízi bemutatóra. A gyerekek lelkes és kitartó munkájának köszönhetően már ez alatt a pár hét alatt is nagyon sok mindent elsajátítottak. Már az első edzéseken kitűnt néhány gyerek, aki kimondottan jó mozgású, ösztönösen jól mozgott a hajóban, nagyon jól rakta a kezeit oda, ahova kellett, és volt olyan, aki az első edzésen akár fel is állt a hajóba. Az első két hétben szerintem elsajátítanak mindent, aztán a technikájukon kell csiszolni, hogy hogy használja a hajóba a lábát. Nyilván az nem nagyon látszik így, de ott kőkemény lábmunka is van. Ezeket az apróságokat így folyamatosan kiküszöböljük, aztán két hónapon belül már akár a keletén is lehet evezni. Hát legelső sorban az önmentés. Ez úgy néz ki, hogy ugye felborul a pici a hajóval, nyilván van rajta mentő mellény, meg tudja magát menteni, de viszont a hajót, az eszközt is ki kell menteni a vízből, összeszedi a lapátját, felfordítja a hajót, amiben már azért rengeteg víz van, elég nehéz, kell a sok fekvő támasz hozzá. Felfordítja, beleteszi a lapátot, odaúszik a hajó elejéhez, alulról átkarolja, és kiúszik vele a partra. Ezt 10 évesen már mindenki meg fogja tudni csinálni. Első hetekben ezt sajátítják el, és akár a legnagyobb vízből is képesek kijönni. Sőt, ezután majd a következő lépés az lesz, hogy ezekben a minikajakokban vissza kell mászni, ha esetleg nem került bele annyi víz, hogy elsüllyedjen. A családi nap programjai között a gyerekek vízi bemutatója mellett közös főzés és homokfoci is szerepelt. Ezen a napon került sor arra a tájékoztatóra is, amelyben a két edző, valamint Szabóné Varga Éva, az egyesület elnöke a közelmúlt eseményeiről, valamint a 2013-as terveikről beszélt. Ahhoz azonban, hogy az egyesület további eredményeket tudjon elérni, támogatók, szponzorok segítségére is szükség lenne. Egyenlőre az iskola az, ami a legfőbb támogató, illetve a szülők. Már itt két szülő is vásárolt az én csoportomban hajót a gyerekeinek, és ebbe elveznek, szeretik is. Úgyhogy egyenlőre ennyi támogatóval rendelkezünk. Nagyon örülünk neki, hogy az önkormányzat nagyon jól áll itt a mi segítségünkre, hogyha anyagilag nem is tud támogatni, de legalább a programjaiba beveszi például a csónakháznak a megépítését itt a strand területén, illetve a csónakázó tónak a felújítását, kikotrását, parkosítását később. Ez nekünk nagyon jól esik, és csak így tudunk előre haladni, szükség is van erre a támogatásra. A sportág népszerűsítésére, valamint a támogatók megnyerésére egy nagyszabású programmal is készülnek a nyár közepén. Ezen a programon a felnőttek számára sárkányhajó evezést, a gyerekeknek pedig kajak, illetve kenu versenyeket szerveznek. Mindezek mellett pedig számos érdekes programmal várják az érdeklődőket. Ez az első olyan esemény, ahol be tudunk majd mutatkozni. Egy nagyszabású rendezvényt szeretnénk ide hozni, és szeretnénk későbbiekben hagyományt is teremteni ezzel, tehát jövőre ugyanígy megrendezni, neves vendégeket meghívni,
azt nem tudni, hogy a felkészülés miatt olimpiai vagy világbajnokokat sikerül-e meghívni, de ha nem is aktívakat, talán régebbi világbajnokokat mindenképpen próbálunk, illetve a Magyar Kajakkenu Szövetség részéről is, hajógyártók részéről is. Úgy gondoljuk, hogy a sárkányhajó mellett, ami folyamatosan működne itt a tavon, sárkányhajó verseny mellett főzőverseny is párosulna, illetve gondoltunk arra, hogy különböző cégek, akik kijönnének, esetleg versenyeznének, bemutathatnák akár egy kis sátorral az ő dolgaikat, mellette lenne koncert. A tervek szerinti június 29-ei és 30-ai első hajdunánási sárkányhajó fiesztára ezúton is szeretettel várja az Egyesület a sportág iránt érdeklődő felnőtteket és gyerekeket, valamint a támogató magánszemélyeket, cégeket.